Üdvözöllek titeket! Az én nevem Csizmadia Horváth Tímea, és a Zentai Túlzó Lajos Általános Iskolába tanítok matematikán. Az előző órákon ugye átvettük ötödikesekkel az összeadás és kivonással kapcsolatos egyenleteket, gyakoroltunk is egy kicsit, és a mai órán szöveges példákat fogunk megoldani. A mai prezentációt is egy kolléganőm készítette, Mezei Belovai Irén, nagybecskereki matematika tanárnő. Nézzük is ezeket a példákat. Az első feladatunk, melyik számot kell hozzáadni a 7,38-hoz, hogy 9,25-ot kapjunk. Tehát látjuk, hogy itt egy összeadás lesz, tehát próbáljuk meg fölírni, azért próbálkozzatok egy picit egyedül, fölírni ezt az egyenletet. Tehát hozzáadni a 7,38-hoz, hogy megkapjuk ugye ezt a 9,25-öt. Vagyis így fog kinézni, hogy 7,38 plusz x egyenlő 9,25. Oda képzelünk egy kis példát, ugye már ahogy az előző órákon láttuk, például 2 plusz 3 az 5, látjuk azt, hogy ugye második helyen áll az x, mit is kellene csinálnunk, tehát nekünk ugye ki kellene majd vonnunk a 9, illetve az eredeti példánkon, ugye a 9,25 századból a 7,38-ot. Ismét át kell alakítanunk először is a 9,25 századot. Tehát itt a súgó részben látható, hogy a 0,25 századot hogyan alakítjuk át, tehát úgy alakítunk, ismételtünk, ugye, hogy a nevezőbe olyan tízes egységet írunk, aminek annyi nullája van, ahány tizedes jegy van ugye a számban a vesző után. És fölülre írjuk a számlálóba a számot vesző nélkül, vagyis 25 század. Valamint, ha csak lehet, igyekezzünk mindig egyszerűsíteni. Most látjuk azt, hogy a 25-öt és a százast lehet osztani 25-tel, ugye ezt fejbe megtesszük, és megkapjuk, hogy ez 1/4. Vagyis, hogyha megnézzük a 9,25 századunkat, akkor azt kapjuk, hogy ez 9,1 lesz. És most már van két ugye, vegyes számunk, amit ugye át kell alakítanunk törté, szintén itt van a súgó részben, hogy az hogyan is kell ugye megtennünk, össze kell szoroznunk ugye az egész részt és a nevezőt, és hozzá kell adnunk a számlálót. Vagyis ugye 9×4, és plusz az 1. És ebből lesz a 37/4, mínusz ugye a 7×8, és plusz a 3, ebből lesz az 59/8. Közös nevezőre kell hoznunk, 4-esnek és a 8-asnak keressük a közös nevezőjét, hát melyik szám az, ami osztható ugye 4-el is és 8-al is, persze rengeteg szám ilyen van, de mindig igyekezzünk mi a legkisebbet megkeresni, vagyis ugye a legkisebb közös többszöröst, és most ebben az esetben ez a 8 lesz, vagyis az első törtet nekünk 2-vel kell bővítenünk, ugye, hogy a 4-esből 8-at kapjunk, és a 37-et megszorozzuk 2-vel, lesz a 47, vagyis 74/8-ad, és kivonjuk ebből ugye az 59/8-adon. Számlálókat kivonjuk, és a nevezőt változatlanul leírjuk. Tehát a megoldásunk az a 15/8-ad. Ugye megnézzük, lehet-e esetleg egyszerűsíteni, mivel most nem lehet, viszont látszik az, hogy ugye ez egy áltört, vagyis a számláló nagyobb, mint a nevező, fel lehet írni vegyes számba, ugye hányszor van meg, a 15-ben a 8, ugye ez mindig a kérdés, ugye szintén látszik a súgó részben, hogy hogyan kell ezt megcsinálni. Hát ugye 15-ben a 8 megvan egyszer, bocsánat, itten visszamegyünk egyet,
és a maradék a 7, tehát a megoldásunk az az 1 egész és 7 nyolcad. Nézzük a következő feladatunkat. Ez már sajnos a mostani kialakult helyzethöz kapcsolódó példa. Darabosék a járvány idején odafigyelnek az utasításokra, és gyakran mosnak kezet. Mennyi folyékony szappant használnak el a héten, hogyha 0,475 literből 0,25 liter maradt? Tehát ugye megint igyekezzünk egyedül felállítani a mi egyenletünket, tehát föl kéne írnunk. Volt 0,475 ezred liter, elhasználtak valamennyit, tehát elfogyott, vagyis ugye kell arra gondolni, hogy itt valami kivonás lesz, és megmaradt a 0,25 század. Igyekezzetek egy picit egyedül is gondolkodni, hogy hogyan is lenne ugye ennek a megoldása. Tehát még egyszer volt valamennyink, elfogyasztottunk, és maradt valamennyi. És a kérdés az, ugye, hogy mi az, amit elfogyasztottunk, tehát így fog kinézni a mi egyenletünk, hogy abból, amink volt, elvesszük ugye az x-et, ugye ez a keresett értékünk, és megmaradt ugye a 0,25 század. Kis példát most oda képzeljük, kivonás, például 5 mínusz 2 az 3, hogyan is kellene ugye megkapnunk, akkor ezt ugye a második számunkat, a kettest, ugye látható az, illetve meg is tanultuk már a múlt órákon, hogy ilyen esetben ugye ki kell vonnunk, vagyis ugye a 0,475 ezredből vonjuk ki a 0,25 századot. Írjátok le ezt egyedül, és oldjátok is meg ezt a kivonást. Én azért most itt elárulom, hogy ennek a megoldása a 0,225 ezred lett. És mivel ez egy szöveges példa, ezért nagyon fontos mindig, hogy szöveggel válaszoljunk rá. Tehát a mi válaszunk ugye az, hogy darabosék 0,225 ezred liter szappant fogyasztottak el. És ugye nagyon-nagyon fontos, hogy mossatok mindig kezet, nem csak most, hanem mindig. A harmadik példán. Marci és Panni áldogáltak a téren, majd Marci 1/2 méterre közelebb lépett Pannihoz. Ekkor egymástól 2,1 méter távolságra kerültek. Mekkora volt az eredeti távolság Marci és Panni között? Tehát volt ugye egy eredeti távolságunk, ezt Marci egy picit csökkentette, tehát közelebb lépett hozzá, és lett a távolság ugye kettő között 2,1 méter. Próbáljátok meg szintén egyedül fölírni ezt az egyenletet. Tehát még egyszer, már volt egy távolság, ugye ezt, amit nem tudunk, ezt Marci csökkentette, és lett 2,1 méter távolság köztük. Tehát gondolhatjuk, hogy egy valami kivonás lesz, vagyis ugye az eredeti távolságunk lesz, ami ismeretlenünk, az x, ezt ugye csökkentjük 1/2-del, és megkapjuk a 2,1 tizedet. Fel kellene írnunk ugye a kis példát, ugye oda képzeljük magunknak, szintén ez egy kivonás, 5 mínusz 2 az a 3, ugye ezt fölírjátok magatoknak, és nézzük, hogy az eredeti példán ugye hogyan is nézne ki ez. Tehát össze kell ugye adnunk a 2,1 tizedet és az 1/2-et. Át is kell alakítanunk, az 1/2-et alakítsuk most tizedessé. Ugye ezt is már megtanultuk, ti ezeket mind csináljátok meg egyedül, hogy hogyan kell átalakítani, ugye a múlt órán is láttuk, ugye, hogy az egyet kell osztanunk a kettővel, és miután ugye ezt kiszámoltátok, azt kapjuk, hogy a 2,1 tized plusz a 0,5 tized összeadjuk,
és 2,6 lesz a megoldásunk, és ismételten nagyon fontos a szöveges válasz, ugye a szöveges példáknál, vagyis ugye az a válaszunk, hogy Marci és Panni eredetileg 2,6 méterrel álltak ugye egymástól. És most ugye nagyon fontos ebben az időben, hogy tartsátok ugye a megfelelő távolságot egymás között. Negyedik feladatunk. Távoktatás során Béla és András naponta összesen 9,5, tehát 9,5 órát töltenek el a Google tanterembe. Mennyi időt tölt el ugye Béla naponta, hogyha András 4,1 órát van ott. Tehát együtt töltenek el, ugye valami, ami meg is van adva, hogy együtt 9,5-et, vagyis 9,5 órát, és azt is tudjuk, hogy András egyedül mennyit töltött el. Tehát ismét próbáljátok meg egyedül fölírni ezt az egyenletet. Ugye még egyszer, ketten vannak, az egyiküknek nem tudjuk az eltöltött időmennyiségét, a másiknak tudjuk, és összesen töltenek el 9,5 órát. Tehát itt ugye egy összeadásról lesz szó, vagyis az X-hez, vagy az az ismeretlen, amit ugye Béla eltölt ebben a tanteremben, hozzá kell adnunk a 4,1-ot, amit ugye András tölt el a teremben, és megkapjuk a 9,5-et. A kis példát írjátok föl magatoknak, ugye összeadásra mindenképpen, például ugye a 2+3 az az 5, ez a kis példa, ez mindig nagyon hasznos, és ugye azt kapjuk, hogy a 9,5-ből, tehát a 9,5-ből kell kivonnunk a 4,1-ot, alakítsuk át, ugye először is a 9,5-et törti. Ugye látjuk azt, hogy a 4,1-nál ugye a 3-as az a 3-as a nevező, vagyis hogyha át akarnánk alakítani, akkor ott egy végtelen tizedes számot kapunk, tehát semmiféleképp ne oldjuk meg ezt a példát tizedesbe. Maradjunk a törtnél. 9,5-et ugye átalakítottuk, megkaptuk, hogy ez a 95-tized, és azt is látjuk, hogy ezt önmagát is lehet egyszerűsíteni, tehát a 95-ön és a 10-est lehet ugye osztani 5-tel, és tegyük is meg ilyen esetekben. Mindig könnyebb, hogy a kisebb számokkal számolunk. Tehát elosztjuk 5-tel, megkapjuk, hogy ez 19 lesz, és ugye 10-esben az 5 pedig megvan kétszer. Keressük a közös nevezőnket, 2-esnek és a 3-asnak, ugye ez lesz a 6-os, vagyis az első törtet, ugye szoroznunk kell nekünk 3-mal, hogy a 2-esből 6-ost kapjunk, és a második törtet szoroznunk kell 2-essel, hogy a 3-asból 6-ost kapjunk. Megszorozzuk a törteket, és megkapjuk, hogy ez 57/6 mínusz a 26/6. Számlálókat kivonjuk egymásból, és ez 31/6 lesz, és ezt át lehet alakítani vegyes számmá, ami az 5,1/6. Ugye 31-ben a 6 megvan 5-ször, és a maradék a számlálóba kerül. Vagyis a szöveges példánknál mindenféleképp nagyon fontos, hogy szöveggel válaszoljunk rá, tehát Béla 5,1/6 órát tölt ugye a Google tanterembe, és ezt ugye, ha szeretnénk rávetíteni ugye óra és percre, akkor ez úgy nézne ki, hogy 5 óra és 10 percet tölt el, ugye 1/6 óra az 10 percnek felel meg. És nézzük az alábbi feladatokat, annyiba segítek csak nektek, hogy segítek fölírni ezeket a feladatokat, és egyedül próbáljátok meg megoldani. Annyit is segítek majd, hogy mi is lesz ezeknek a megoldása. Mennyit kell kivonni az 1,5-ból, hogy 0,3-at kapjunk?
Tehát itt már a szövegben is benne van, hogy kivonásról lesz szó. Kérdés az, hogy melyik szám hova kerül, tehát hogy a kisebb itendő lesz-e, kivonandó lesz, különbség lesz. Tehát mennyit kell kivonni az 1,5-6-ból. Ugye ahogy a példa mondja, mi úgy próbáljuk meg fölírni ezt az egyenletet. Tehát az 1,5-6-ból kell ugye valamit kivonnunk, hogy megkapjuk a 0,3-et. Ezt mindenki akkor otthon oldja meg egyedül. Annyiba is segítek, hogy látható, hogy itt ugye hatos a nevező, tehát nagyon figyeljetek arra, hogyha ezt tizedesbe átalakítjátok, akkor ez végtelen. Vagyis ezt a példát törtbe oldjátok meg. Nézzük a hatos példánkat. Nagymama a boltban vett 5 kiló lisztet, de közben kiderült, hogy még otthon is van tartaléka. Így most összesen 9,4 kiló lisztje van nagymamának. Kérdés, hogy mennyi volt otthon, ugye eredetileg. Tehát vett a boltban 5 kilót, volt otthon is neki valamennyi, és összesen van neki 9,4. Hogyan is írnánk föl ezt? Tehát 5-5 vett, de kiderült, hogy van neki otthon is, ugye ezt hozzáadjuk, és összesen, ugye tudjuk azt, hogy ez a 9,4. Mivel látható, hogy ugye ez egy egész szám, ez pedig egy tizedes szám, ezt a példát mindenképp tizedesben oldjátok meg. És annyiban is segítek, hogy a végeredményt megmondom. Tehát az elsőnek az 1,815 a végeredménye, a másodiknak pedig 4,4. Persze nagyon fontos, hogyha ilyen szöveges példával találkozunk, hogy egy szöveggel válaszoljunk. Tehát amikor megoldottad, ellenőrizd le, hogy jó megoldást kaptál-e. És ugye mostanában ez nagyon fontos, hogy aki csak teheti, maradjon otthon, és otthon tanuljon. És ismételten megköszönném Mezei Belovai Irénnek azt, hogy megosztotta velem és velünk, veletek ezeket a prezentációkat. Az ő YouTube csatornáján ezek megtalálhatók. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és minden jót kívánok nektek!